Az egykori katonai létesítményben évszázadok fegyverei mesélik a háború történetét. A monostori erőd falai között Sajtos Rihárd szakértő interaktív módon kalauzójál a világháborús katonai eszközök és az 1848-as fegyverek iránt érdeklődőket a háborús időszak világába. A tárlatnak a túlnyomó többsége azok a német, magyar és szemben álló szovjet feleknek az egyenruháját, felszereléseit mutatják meg, akik ugye már Magyarországon harcoltak ekkor 1944 végén, 45 elején egészen áprilisig bezárólag. Tehát akkor már a háborúnak ugye késői időszakában jártunk, ugye főleg a komárami térségre voltak jellemzők az itt kiállított tárgyak, felszerelések, egyenruhák, bajonettek, lőfegyverek, tehát lényegében szinte bármi az adott korszakból, akár papír alapú hagyatékok is, sőt, még a összegyűjtött foglyoknak a levelező lapjából is láthatunk néhányat, akik kimondottan a Komárom, illetve a térség városához kötődnek. Rihárd immáron 4 éve gyarapítja katonai gyűjteményét. Kiskora óta érdekli a történelem. Fiatalkora ellenére lenyűgöző tudással mesél a világháború eseményeiről és a hozzá kapcsolódó korabeli tárgyakról. Ugye a világháború korszak az, ami legközelebb áll hozzánk, akár első, második, és hát nagyon sok a fekete folt az emberek fejében, amit hát úgy érzem, hogy rendbe kell rakni. Igenis meg kell nekik mutatni, hogy igenis a korabeli emberek miként vonultak be katonának, miket éltek át a fronton, hogyan jöttek haza akár egy hadifogságból. Tehát mindenképpen az a cél, hogy ezt a tudást és a fennmaradt emlékeket, tárgyakat megőrizzem, és ezt továbbadhassam az érdeklődőknek. A tárgyak egy részét vásárolta. Volt, amit ajándékba kapott, és olyan is volt, amit ő maga talált. Idézőjelesen már kifosztották ezeket a régi házakat, padlásokat, fészereket, de azért még mindig a mai napig lehet találni olyan tárgyakat, amik ezt a múltkort őrzik magukban lényegében, hiszen ha ezek a tárgyak mesélni tudnának, nagy valószínűséggel olyan hihetetlen dolgokat mondanának, amik nekünk, szimpla, egyszerű átlagembernek, mai modern ember számára szinte felfoghatatlan, hogy maguk az adott emberek is hogy tudtak abban a környezetben, mint emberként maradni, hogyan tudták túlélni ezt az egészet, és hogyan tudták ezt még továbbadni az utódaiknak, hiszen ugye tudjuk, hogy rengeteg sok mai magyar honvédségben szolgáló katonának, akár a dédapja, a nagyapja, már vagy a Horthy hadseregben, vagy pedig már a Rákosi Kádár hadseregben is teljesített szolgálatot. Mint fogalmazott, a gyűjtemény minden darabjának saját önálló története van. Egy budaörsi piacon vásárolt először egy sisakot. Véleménye szerint talán ez a sisak az, ami a legkedvesebb a gyűjteményében, hiszen innen indult el szenvedélyének útja. A sisak mellett fellelhetők magyar, német, szovjet korabeli egyenruhák kompletten összerakva. A tárlatban emellett kézifegyverek, kitüntetések, lőszerek, pisztolyok mesélik el a háború történetét. A látogatók láthatnak ugye vitrén belül is fegyvereket, illetve kézbe vehetnek egy-egy darabot, akár egy töltőrésznyi lőszert, kézigránátot. Tehát így igazából interaktívvá is próbálom tenni ezt az egészet, hogy tényleg érje át, hogy na ennek milyen súlya volt, hogyan kellett ezt kézbe fogni, tehát hogy tényleg lássa azt, hogy nem volt ez olyan egyszerű, mint ezt a filmekben szoktuk látni. A tárlat igazi apropója az, hogy még ennek az évnek az első felében Vizeli Csaba ügyvezető úr kérte, hogy a helyi múzeumot egy picit bővítsük, egy kicsit tegyük érdekessé, még érdekesebbé. És hát miután egy katonai létesítmény kellős közepén állunk, ezért gondoltunk arra, hogy valamiféle katonai jellegű kiállítással kezdjünk itt a múzeumban. Még régebbről ismertem a gyűjtemény tulajdonosát, Sajtos Rihárdot, akinek a tulajdonában több száz korabeli fegyver, kellékanyag és egyéb olyan dolog van, ami érdekes lehet a látogatók számára. Így jött az ötlet, hogy a Komáromi Évszázadok Fegyverei címmel egy fegyvergyűjteményt állítsunk itt ki a monostori erődben. Itt a múzeumban még tervezünk egy monarchiabeli kiállítást is, hiszen maga az erőd fénykora, ha szabad így mondanom, a monarchiához köthető. A harmadik teremben, itt a múzeum a harmadik termében tervezünk egy monarchiás kiállítást, és szeretnénk a középső terem 48-as kiállítását továbbra is bővíteni. És ha már itt tartunk, tervezzük az erődön belül egy olyan előadó terem létrehozását a jelenlegi ágyúterem mellett, ahol fegyverbemutatókat,
vívás bemutatót, ágyú ismertetőket lehet tartani, akár iskoláknak, akár nagyobb társaságoknak is. A világháborús fegyvereket bemutató tárlat a tervek szerint tavaszig látogatható a monostori erődben.